Hát először is, amit az Attila elmondott, három dolgot, az nagyon fontos. Egyébként én ezt a három dolgot fölírtam magamnak, ezt csak azért mondom el, hogy fölírtam, hogy nagyon fontosnak tartok a cégből mai napig, hogy a cégnek a munkatársait és magamat is folyamatosan képezzük. Tehát gyakorlatilag, de visszatérve az eredeti kérdésre, tehát kell egy jó ötlet mindenféleképpen, kell egy elszántság és egy kitartás. Erre mondtam az elején azt, hogy tényleg be lehet ülni egy középvezetői szintre, egy multihoz valahova, és akkor azt mondom, hogy az ember relatív hamar egy bizonyos egzisztenciát kialakít magának, vagy pedig vállalja azt, hogy neki áll egy nehezebb útnak, és esetleg az első 3-4-5 évben picit többet fog dolgozni, kicsit többet kell neki gondolkodnia, illetve nagy valószínűséggel azért azok a kudarcok, amit az ember egy vállalkozóként megél, azért az másképp hat rá, mint amikor egy cégnél van, ott esetleg megél egy kudarcot, becsukja az ajtót, gondol magában néhány dolgot, és visszaül a helyére. Tehát azt mondom, hogy egy jó ötlet és kitartás. A jó ötletre egyébként annyit, hogy haverokkal sokszor beszélgetünk, hogy te figyelj, mit lenne érdemes csinálni, hú, már nincs semmi, már minden lehetőség ki van aknázva, és a múltkor, ahol találkoztunk a lobby partin, egyszer csak bejött egy ilyen kis Piaggio motor, lehet, hogy régóta van, lehet, csak én vagyok itt lemaradva ezek a divatos dolgokban, de jött egy ilyen kis Piaggio motor, kinyitották, és ott volt benne egy igazi jó kis olasz kávéfőző, és csináltak. Tehát erre azt gondolom, hogy nem kell hozzá nagy befektetés, azt gondolom, hogy bőven 1 millió forint alatt volt az. Viszont kellett egy ilyen ötlet, lehet, hogy ők is látták valahol. Tehát azok az ötletek, amiket én megvalósítottam, azoknak a nagy részét az ember valahol látja. Fontos az, hogy nyitott szemmel járjon a világba. Nem kell, én azt gondolom, hogy mindent föltaláljunk. Én így vagyok vele, hanem el kell menni, és a jobboktól tanulni kell. Tehát mindig nagyon szerettem azt, amikor egy nagy cég meghívott. Ők azért hívtak meg engem, hogy büszkék legyenek és megmutassák, én pedig olyan szemmel mentem mindig, hogy ahogy kijöttem, akkor egyből elkezdtem jegyzetelni és fölírtam, hogy miket láttam, esetleg ahol lehetett, ott az ember kicsit fényképezett, úgyhogy a nyitott szem az fontos hozzá.